azért kemény, amikor a legdurvább félelmeiddel szembenézel. Tudatában vagyok annak, hogy minél inkább félek dolgoktól, annál több ilyen dolog lesz, amitől fogok félni. Ezek csak szaporodni fognak. Igen, hogy csak szaporodni fognak azok a dolgok, amiktől félek. És próbálom leküzdeni, hogy ne gyűjjenek fel, hogy aztán mindentől is félek. Még az, hogy félsz élni. Igen. Azért kemény, amikor a legdurvább félelmeiddel szembenézel. Nem is tudom, hogy néztem el szembe valaha a legnagyobb félelmeimmel. De úgy gondolom, hogy hajlandó lennék. Egy tiszta üres hűtőszekrény. Mi? És egy tiszta üres kamra. A legnagyobb félelem. Szerintem mennél ezzel nézni. Hazamész így, kinyitod. Tudom, hogy mi a legnagyobb félelmem. Na, azzal nem tipeljek? Tudom. Igen. Maci. Ne. Nem a maci? Ne. Klausztrofóbia a legnagyobb Klausztrofóbia? Félelmem. Hát mondjuk abból van nekem is. Hát elmentem, látod, a medvelesbe is. Tehát úgy érzem, hogy most annál többet nem fogom megsimogatni. Szembenéztél azzal? Az olyan volt? Valamilyen szinten igen. Hát jól lazán kezelt, tehát hogy nem gondoltam, hogy az van, hogy te igazából félsz. Jaj, túlságosan. Hát, jó, mondjuk láttam rajtad, hogy félsz, de nem gondoltam, hogy annyira. Hogy ez olyan, hogy most szembenézel a félelmeddel. Mert mindig azt mondod, hogy ha sokan vagyunk, akkor nem félsz. Azért voltunk elegen.